A pityóka, vagyis a burgonya mindig hozzáférhető volt a székelyeknél. Egyszerű ételeket könnyen, hamar el lehetett készíteni. A Nagymányoki Pityóka Fesztivált idén negyedik alkalommal szervezték meg. Ezen a napon minden a krumplis ételekről szólt. Számtalan elkészítési móddal találkozhattak a településre látogatók. Úgy gondoljuk, hogy ezekre az összejövetelekre szükség van. Ez a Nagymányoki Székelykör Egyesületnek a nagy fesztiválja, a Pityóka Fesztivál, ahogy mondtam, már negyedik alkalommal. Egyre többen vagyunk, most is már 260 főre terítettünk. 10-11 csoport főzött a mai nap folyamán, úgyhogy egyre bővülünk, kezdtük egy párral, és most már egyre többen vagyunk. Úgyhogy úgy látjuk, hogy van rá igény, kereslet, egymást megismerik jobban az emberek, összehozzuk őket, ugye itt a Pakstól kezdve, Szekszárdon át, a Vaskút, tehát hogy elég messziről is érkeztek hozzánk résztvevők, és akkor ugye nem csak a helyi közösségek, hanem cserélgetik a recepteket, mindenki megtanulja, hogy ki mit főzött, ki hogy csinálta, a nagymamájától, a déditől, ki hogy hozta. A pityókás ételek készítésére számos egyesület nevezett. Nagy lelkesedéssel készültünk, többféle ételt csináltunk, hát krumpli paprikással kezdtük, de az lett a neve, hogy szekszárdi pincepörkölt más módon, mert egy kis füstölt csülökkel megbolondítottuk, és kolbászt tettünk bele, egy kicsit más lett az íze. Tócsnit sütöttünk, meg mindenféle ilyen krumplit külön megreszelve, fűszerezve, töltve, tehát sokféle ételt, négyféle étellel pályáztunk, hát majd várjuk a eredményt. A környékben élő bukovinai székelyeket évről évre összehozza ez a fesztivál. Jó volt látni azt, hogy a főzőversenyen milyen sokan vettek részt, illetve 16 féle ételt készítettek el, úgyhogy a zsűri nagyon nehéz helyzetben van. Ez is egy közösségteremtő erő, hogy most éppen a Pityóka krumpli köré szerveződött az a mondhatjuk azt fesztivál, ami a környékben élő bukovinai székelyeket évről évre most már összefogja. Negyedik alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált itt Nagymányokon. Látjuk azt, hogy a több mint 200 ember, közel 250 ember nagyon jól érzi magát. Délután a kulturális műsor részeként a környékről érkező fellépők szórakoztatták a közönséget. A főzőversenyt végül a Kisdorogi Székelykör nyerte meg. Örülünk, hogy itt lehetünk a Mányokiaknak, köszönjük!